A Jászhegyszentmihályi Szolnokvár megyei főügyészség 2023. június 30-án életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt emelt vádat azzal a 23 éves büntetlen előéletű fiatalemberrel szemben, aki a vád szerint Cibakházán úgy megvert egy másik fiatal férfit, hogy közvetlen életveszélyes sérülést, léprepedés szenvedett, ami miatt a sérült szervet el kellett távolítani, és az életveszélyt az ideje korán érkező orvosi beavatkozás hárította el. A vád szerint a két fiatal két nappal korábban a sértett otthonában még együtt szórakozott, és a súlyos eredménnyel végződő verekedés azért alakult ki köztük, mert a sértett telefonja eltűnt, és a vádlottat gyanúsította meg azzal, hogy azt ellopta. Az ügy újabb tárgyalással folytatódott, ahol a vádlott a bűnösségét elismerte. Az ítéletet dr. Nagy Orsolya bíró hirdette ki. A bűnös testi sértés büntetében, amely a büntető törvénykönyv 164. paragrafus első bekezdés, harmadik bekezdés és nyolcadik bekezdés első fordulata szerint minősül. Ezért a bíróság vádlottat 2 év szabadságvesztésre ítéli. A szabadságvesztés végletesi fokozata börtön. A bíróság a vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés végrehajtását 4 évi próbaidőre felfüggeszti. A bíróság a felfüggesztett szabadságvesztés próbaidejének tartamára elrendeli vádlott pártfogó felügyeletét. A vádlott a vele szemben kiszabott szabadságvesztés büntetésből annak végletes esetén legkorábban a szabadságvesztés 2/3 részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság a szabadságvesztés elrendelése esetén a vádlott által 2022. október 26 napjától 2023. február 28 napjáig előzetes fogadtatásban töltött időt a kiszabott szabadságvesztésre beszámítja. A bíró megindokolta az ítélethozatalt, és az enyhítő és súlyosító körülményeket is kiemelte, melyeket figyelembe vettek a döntéskor. Enyhítő körülmény volt a legutolsó tárgyaláson tett beismerő vallomása és megbánó jellegű nyilatkozata, az, hogy van egy bizonyos sértetti közrehatás, hogy a sértetnek volt egy kihívó magatartása, ugyanakkor nyomatékos enyhítő körülmény volt a sértett megbocsátás, ugye elmondta, hogy nem haragszik már őre, igazán egy baráti dolognak tartotta. Ezt az egészet barátok közötti öklözésnek, azonban itt van egy nagyon súlyos sérülése, és ugye csak is, és tudjuk, hogy az orvos szakértő véleményből, hogy csak az azonnali sürgős lépkivétel mentette meg az ő értéktető, hogy elvérezve meghaljon. A bíróság nyomatékosan enyhítő körülményként vette számításba, hogy a vádlott személyi körülményeiben több pozitív jellegű változás történt. Ki tudott szakadni Tiszaföldváról, elköltözött, élettársa lett, párjával gyereket várnak, és hogy már dolgozik. A bíróság álláspontja szerint azonban indokolt, hogy a 4 éves próbaidő alatt a fiatal férfit egy pártfogó felügyelő kísérje végig.